Köszöntöm a nézőket! Folytatjuk a paksi svábok történetét, még az 1930-as, 40-es években járunk. Az Új Nemzedék című újság Paksra küldött tudósítójának 1937 nyarán büszkén újságolta, nyilatkozta Gál János, apát plébános, hogy itt, ide a betelepített svábság nem tudta megőrizni a zárt nyelvi és nemzetiségi sajátosságait. A paksi sváb fiatalok már csak magyarul tudnak, mondotta, és szívvel lélekkel magyarok, akik között kevés kívülre, követőre talált az egyre fokozódó német agitáció. Idézek a korabeli újságból. Sűrűn feltűnnek itt is az utcákon a rövidnadrágos, szőke hitlerifjak, akik kerékpáron járják be a dunántúli német településeket. Egy-két napot szimatolnak a nép között, de aztán csalódottan állnak tovább. Az elmagyarosodott paksi sváboknak nem kellenek a pángermán eszmék. Bár a református őslakosságot alaposan megtépázta az egyke, Paks még tartja magát, így a lakosság tartja a 12 000-es lélekszámot. A Magyarországi Népi Németek Szövetsége, a Volksbund der Deutschen Ungarn agitátorai nagyon sok egyszerű politikával nem foglalkozó sváb gazdát megtévesztettek. Dunakörmödön is voltak, akik elhitték a hitleri demagógiát, és önként beléptek a Volksbund helyi szervezetébe, vagy jelentkeztek SS katonának. A vonakodókat, a józan gondolkodókat sok más sváb többségű településen is fenyegették, leköpdösték, illetve kirekesztették a közösségből, így vették rá őket, akár erőszakkal is, hogy belépjenek ezekbe a helyi szerveződésekbe. Az 1939-es országgyűlési választásokon már azon ütködtek, hogy a Volksbund is helyet kapjon a parlamentben. Ezért a kormányoldal, hogy kifogja a szelet az ő vitorlájukból, a Magyar Élet pártja jelölte a bonyhádi körzetben például a pángermán Mühl Henriket, a bonyhádi orvost erre a pozícióra, aki így bejutott a parlamentbe kormányszínekben. Aki ugye mellett a Volksbund egyik országos vezetője volt, például Bas Ferenc mellett. Azonban a pángermán eszmékkel szemben egyre többen voltak olyan svábok, akik magyar földön, nemzeti tradíciókra építve kívánták felépíteni egy szebb, boldogabb jövőt itt maguknak. Ez volt a Volksbunddal szemben életre hívott Hűséggel a hazához mozgalom, vagy röviden Hűségmozgalom, amelynek megyei és paksi képviselője nem más volt, mint a korábbi megyei főispán, Tónavár megyei főispán és biritói földbirtokos Klein Antal. Ő a bonyhádi Volksbund vezér térnyerése után a Kisgazdapárt színeiben tudott bejutni a parlamentbe. Országos visszhangot kiváltó parlamenti felszólalásaiban figyelmeztetett a német birodalmi befolyásra, leleplezte a guruló márkákat, a német birodalmi pénzeken folytatott agitációt. A magyar-német testvéri együttélés hívei Klein Antal bátor kiállásáért az ő tiszteletére 1939. augusztus 6-án ide a paksi községháza udvarára megszervezték a Nemzetű Németek, a Magyar Hűsvábok országos tüntető nagygyűlését. A szervező a Turani Vadászok Országos Egyesületének vezetősége volt. A Magyar Hűsvábok lelkes itteni gyűléséről az országos sajtó is beszámolt. Pártpolitikától mentesen társadalmi egyesület rendezésében folyt le a paksi gyűlés, és mint ellenfelei táborában Cikó, úgy lesz Paks a hazafias gondolkozású németség emlékezetes, szimbolikus erejű tüntetése. A vasárnap reggeli vonat nemzeti színű szalagokkal feldíszített kocsikban vitte Paksra a Klein Antal ünnepségére a turáni vadászok hatalmas csoportját. A vasútállomáson Tarisznyás Gerő, a község főjegyzője köszöntötte a daliás vendégeket, akiknek nevében Vákár P. Artúr válaszolt. Elmondta, hogy ők nem politizálnak, hanem nemzeti ügyben a Ne bántsd a magyart jelszóval jöttek le a hazafias svábság ünnepségére, írta a 8 órai újság. Az összejövetelen főként jobboldali szervezetek, a turáni vadászok mellett a Törzsökös Magyarság tábora, a Rongyosgárda vagy a Magyar Fajvédők Országos Szövetsége képviseltette magát, hogy kifejezzék elismerésüket és tiszteletüket Klein Antal számára a parlamentben elhangzottakért. A bonyhádiak delegáció küldöttségét a közkedvelt politikus Perczel Béla vezette. Magát az ünnepséget pedig a paksi volt országgyűlési képviselő Erdély Jaladár nyitotta meg a szószéken. Korabeli tudósítás szerint Erdély Jaladár a nemzeti színekkel díszített szónoki emelvényen, mint egyszerű paksi polgár köszöntötte azokat, akik ebben a rekkenő hőségben eljöttek, hogy ünnepeljenek egy férfiút, aki egyéni meggyőződésének minden erejével egy nagy eszme szolgáltába szegődött.
Klein Antal az ünnepi fogadtatástól meghatódva lépett fel itt a szónoki emelvényre, és beszédében megköszönte a feléjére áradó támogatást és kiállást. Egyúttal harcot hirdetett a magyar-német békés együttélés megbontói ellen, és megismételte vágyait a bonyhádi volksbundistákkal szemben. Elmondta még beszédében Klein Antal, hogy Tolnavár megyében, ami szeretett otthonunkban, két veszedelmes betegség pusztít. Az egyik az egyke, a másik a pángermánizmus. Az egyke a lelket öli, a lelket métejezi, de mind a két kor pénzért cselekszik. A pángermánizmus a lélekmérgezést idegen pénzekkel végzi. Az események hivatalos részén túl Klein Antal a meghívott küldöttségek vezetőit a Biritóbusztai kúriájában egy díszebéddel vendégelte meg. Itt hangzottak el az ünneplés szervező és támogató jobboldali csoportok pohárköszöntői, akik hangzatos beszédekkel, pohárköszöntőkkel, felköszöntésekkel ünnepelték Klein Antalt, vagy ahogy akkor őt hívták, Tony Fatert.